Október 1-e az idősek világnapja. Ebből az alkalomból köszöntjük és gondolunk tisztelettel és megbecsüléssel azokra, akik hosszú élet munkáját, tapasztalatait tudják maguk mögött. Kaposszegcsőn is a hagyományoknak megfelelően évek óta köszöntik a szépkorúakat. A sportcsarnokban pénteken késő délután Solt és Rezső koncertjén fiatalokat megszégyenítő módon szórakoztak a szépkorúak, amit az idősek napján a település vezetése megszervezett a 60 év felettieknek. Én úgy gondolom, hogy a társadalomnak igenis meg kell becsülnie, és egy településnek el kell ismerni az idősebb generációnak a tudását, és a fiataloknak igenis találkozni kell sokszor az idősekkel, hiszen tapasztalatokat, életből bölcsességeket őtől tudunk átvenni. A falu vezetése 328 60 év feletti lakosnak küldött meghívót, ebből közel 300-an vettek részt a programon. Többen vannak, akik 60 évesen még nem számolják magukat a szépkorúak közé, ezért nem jönnek a rendezvényre, de sokaknál betegség, gyengeség akadályozza az ünnepen való részvételt. A koncert után a szervezők vendégségre és közös beszélgetésre hívták az ünneplőket.